azzal a fajta összetettséggel találkozni, és képviselni a színpadon, ami a hercegnek a sajátja és egyénisége. Tehát olyan összetett szerkezetekben gondolkozik, akár karakterteremtésben, akár szituáció megformálásban, amivel, hogy mondjam, üdítő találkozni egy színésznek. Én Egerben nőttem föl, háború utáni generáció vagyok, és nekünk biztos volt valamikor könyvtárunk Debrecenben, de az már nem volt meg, és a szomszédban volt a nénnek egy könyvtára, és ott olvastam először, hogy Herceg Ferenc Pogányok, és azt el is olvastam. De aztán nem tudom, hogy az új időket csinálta, szóval így kicsit képbe voltam, de a mi generációnak ez teljesen kimaradt. És meg volt az olvasópróba, amit őrületesen élveztem, mert egyszer csak olyan volt nekem, nem történelem óra, mert az tud unalmas is lenni, hanem valamivel szembesültem, ami kimaradt az életemből, de olyan érdekes, hiszen történelmet mi tanultunk egyetemen, tehát tudtam én, hogy a reneszánsz, de hogy Herceg Ferenc ezt feldolgozta a kisregényébe, az élet kapujában, ami majdnem Nobel-díjat kapott, mint kiderült, mondta a rendező, és egy zseniális dramaturg átdolgozta darabnak, azt mondtam, hogy hoppá! Természetesen abban a korban, 100 évvel ezelőtt, amikor ő igazából alkotott, akkor nagyon sok fényizmus és irányzat volt, de ugyanolyan erős tudott lenni, akár prózában, akár drámában, ami egyébként igen ritka történet. Bácskai kis németajkú faluban született, 9-12 éves koráig nem is beszélt magyarul, aztán olyan szinten megtanult ezt a nyelvet, és sajátította el ennek a szépségeit és rugalmasságát ennek a nyelvnek, hogy az eléggé káprázatos. De ugyanakkor a témaválasztásai is jelentősen ezt dolgozza fel folyamatosan. Tehát azt gondolom, hogy ahogyan ő tudott beszélni arról, hogy hogyan bántak, vagy hogyan történtek a múlt évszázadaiban azok a sorsfordító események, amely magyarság vagy Magyarország történetét meghatározzák, az egyszerre volt látnoki, egyszerre volt analizáló, mint egy jó orvos, és egyszerre volt olyan kifejező, mint mondjuk a darabban is felmonuló Raffaello, Michelangelo vagy Leonardo alkotásai. Amiért nagyon élvezem, hogy tele vagyok fiatalokkal. Tehát visszamegyek gondolatban és lelkesedésben a fiatal 22 éves koromra. Ugyanazt érzem most is, hogy szeretek ilyen színházat csinálni. Ez a színház, ami megszólítja az embereket, ami magyar darab, amit vállalt ez a színház, és ráadásul még egy olyan érdekes darab, ami engem ilyen idős koromban is megérint, és tanulni tudok belőle. Én is a törököt tartottam a legcudarabb karbonkulusnak Európa, egész Európa torkásnak, hogy tévedtem! Európának nem a török a legnagyobb ellensége, hanem az, ha nem lesznek szabadon gondolkodó, szabad polgárai. Nem nehéz párzomokat felállítani, nyilvánvalóan. Ott is nagyon hasonló szituáció volt, hogy igazából Európa magával törődött, nem igazán vette komolyan azt a fajta török fenyegetettséget, amit a török hadak előrenyomulása jelentett akkoriban, és hát nem, inkább a Sixtusi, ami gyönyörű, a Sixtusi kápolna létrehozásával foglalatoskodtak és oda csoportosították hát a megfelelő eszközöket, mint hogy valamilyen szintű, akár banderiális hadsereggel megoldották volna ezt a veszélyeztetettséget. Hát ez hogy mennyire párhuzamban áll a mai helyzettel, ez természetesen a nézőnek kell eldönteni, hogy ő mit lát, de a problémát és a helyzetet, hogy ezt valaki annak idején ugyanígy látta, ezt meg kell mutatnunk, és nem szabad elmennünk a nézőktől, hogy ennek a lehetőségével találkozzon. Itt van 20 gyönyörű lány és fiú, és azt érzem, hogy benne vannak a szituációban, érdekli őket az, amit csinálnak, odafigyelünk egymásra, tehát igenis foglalkoztatja őket, akkor szükség van egy ilyen darabra és előadásra.